A katasztrófa védelem kéményseprői a fővárosban és 17 megye több mint 2700 településén látják el a kémény ellenőrzési és tisztítási tevékenységet a lakosság körében. Ezek megrendelése az érvényben lévő előírások szerint tulajdonosi kötelezettség. Ha tehát új égés termék elvezetőt, kéményt létesítenek, vagy a régit javítják, felújítják, esetleg átalakítják, a tulajdonosnak kell gondoskodnia a szükséges vizsgálatok elvégzéséről. A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelés esetén évente 1 alkalom. Akik családi házban élnek és a családi házban nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. A munkát telefonon a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt, valamint online lehet megrendelni. A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a kémény ellenőrzését, és a szükséges a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kémény ellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia. A kéményseprő a műszaki vizsgálatot rendeletben meghatározott módszerek szerint végzi. Ehhez kérheti a megrendelőtől például az építészeti, gépészeti terveket, az égéstermék elvezető nyomvonal tervét, a kivitelezői nyilatkozatot, cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb a helyszínen létesített tüzelőberendezés építéséről, de akár a villámvédelmi jegyzőkönyvet is. Amennyiben valaki az ajánlottnál gyakrabban tart igényt a szolgáltatásra, úgy azt megrendelésként bármikor kezdeményezheti az ügyfélszolgálatnál. A soron kívüli ellenőrzés díjköteles.